A Magyar Országos Horgászszövetség a horgászversenysportban érdekelt mozgáskorlátozott horgászok részére találkozott szervezett a Velence-tavi kirendeltségén, a Gárdinyésen. 2000-es évek eleje óta foglalkozik a Magyar Országos Horgászszövetség a mozgássérültek horgászatával. Az aktív horgászok között még országos horgászbajnokság is van, tehát az idén például a Matyéri versenypályán Szegeden került sor a mozgáskorlátozottak országos bajnokságára, és ott merült fel annak az ötlete, hogy találkozzunk egy kicsit szélesebb körben, és a Velencei tón gyűjjünk össze, amikor is nem csak arról szól, hogy horgászunk, egy kupa rendszerrel, tehát egy kupáért, hanem az is, hogy véleményt cseréljünk. Az Országos Szövetség fontos feladatának tartja a mozgáskorlátozott horgászok tevékenységének és horgászati feltételeinek javítását. Nagyon örülünk ennek a kezdeményezésnek, hogy valami elindult. Régóta, évek óta szerettük volna már, hogy ez folyamatos legyen évben, több helyen, több helyszínen legyen szervezett a fogyatékosok horgászata, és most itt Velencén, a Velencei tavon reméljük, hogy elindul valami, ami egy komoly versenysporthoz fog érni, célba érni. A programban természetesen szerepelt a megbeszélés után egy 3 órás horgászverseny is, amely az agárdinnyési csónakkikötő külső mólóján zajlott le. Itt a kerekes székből horgászok is megfelelő, biztonságos körülmények között versenyezhetnek.